Mai nap, Magyar Kultúra napja. Ennek apropóján pedig egy honismereti könyvet fogunk bemutatni. Mégpedig Kacián Jánosnak a Múltidő összeszedegetett históriák című kötetét. A gyűjteményes könyvet Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum vezetője mutatta be az érdeklődőknek kedden Bonyhádon. Az első fejezet adatok szexárd otthon ismeretéhez. 50 írás, 130 oldal. Ez a leghosszabb és a legnagyobb rész. Ez sem véletlen, hiszen bár ő Budapesten született 1938-ban, iskoláit is Pesten kezdte, végül is ezt követően Szekszárdon folytatta, és életének nagy része ugye a városhoz, Szekszárdhoz kötődik. 50 írásából azonban 20 olyat találtam, amely kitekintést ad Tolna megyére, vagy magyar vonatkozású és jelentőségi adalékokkal is bír. Így lehet, hogy olvashatunk a könyvben Liszt Ferenc és Pollák Mihály szekszárdi kapcsolatairól, a bánsági Bunyaszekszárd krónikájáról és arról, hogy hogyan került Szent István Tolna megye címerébe. És folytathatnánk a sort, de ezt tegye inkább a kötet szerzője. A honismeret elsősorban otthon ismeret, tehát a saját házunk tája jeleseiről kell tudni minél többet, így aztán érthető módon itt Béri Balog Ádámtól Garai Jánoson át, de Augusz Antal, Bezerédi István, és olyanok szerepelnek, akiknek sok közük volt Szekszárdhoz, Szekszárd történetihez valamilyen szempontból. Hát különösen Garai János az, aki közel állt a szívemhez, mert ugye nem túl régen volt születésének 200. évfordulója. Ezen kívül néhány olyan tudós ember, mint Hollós László, aki a gombatudósként ismert tudományos akadémia tagja volt, az ő születésének is 150 éves évfordulója alkalmával sokat volt lehetőségem foglalkozni az ő történetével. Ilyen nyugdíjas levéltári emberként alkalmam volt néhányuknak a hagyatékát is fellapozni. Ilyen volt például Liszt Ferenc 117 levele, vagy Garai Jánosnak a levélgyűjteménye, amit hazaírt a szüleinek, vagy amiket ő kapott Arany Jánostól, például, vagy Vörös Marti Mihálytól. Szóval ilyen érdekességek, és ezek úgy megfogják az embert. Ennek kapcsán kérdezném, hogy kinek ajánlja a könyvet? Hát ez azért könnyű vagy nehéz kérdés, mert ugye azt szokták mondani, hogy mindenkinek. Azoknak az érdeklődő embereknek, akiknek a szűkebb haza története fontos, többet akarnak tudni róla. Kacián János elmondta, a kötet 3 fő fejezetből áll. Ezekből az első részben közvetlenül Szekszárddal kapcsolatos írásokat oszt meg a szerző. A második fejezet szól az imént felsorolt jeles személyiségek életútjáról. Végül a harmadik részben Tolna megyével foglalkozik a könyv. Kacián János pedig nem hagyja abba a munkát, mondta stábunknak. A 80. életévében járó helytörténész már új könyvén dolgozik. Nem unatkozom most se, mert 1973-ban készült egy Tolna megyei életrajzi kötet, Korok és emberek címmel, Sipter Gézáné könyvtáros készítette, aki azóta elhunyt. A kötetében már akkor nem élő személyek szerepelnek. Ennek az életrajzi kötetnek a második részét készítettem el, illetve még ezen munkálkodom. Ez körülbelül 1000 személyre vonatkozó életrajzgyűjtés, azzal együtt, hogy mit csináltak, milyen írások szólnak róluk, vagy nekik milyen volt a tudományos munkásságuk, milyen publikációik vannak, és azok hol érhetők el. Tehát most a legközelebbi dolog, amivel szeretnék majd valamikor előállni, az ennek az életrajzi kötetnek a második része. A kedden bemutatott gyűjteményes könyv 107 írást tartalmaz, és összesen 340 oldalas.